festő vagy szobrászakra, de nagyon hamar magához tért, és egy egészen más típusú szerepet vett föl. Tehát a művészből átváltott szervezővé és kurátorrá, ugye hát mondjuk az ausztrál háttér miatt anyanyelvi szinten beszélt angolul, ami akkor itt elég ritkaság volt. És nagyon érdekesen és ügyesen észrevett helyzeteket, embereket. Később a soros központokat ő építette föl. Egy jó értelembe vett szervező figura volt, nagyon ambivalens személyiség, tehát nálunk itt akkoriban ez egy nagyon ritka volt. Tehát, az egész jelenség ritka volt úgy, ahogy. Én azt gondolom, hogy sokkal több ilyen figurának kellett volna legyen. Nyilván voltak ellene is, egy csomó van, tehát hogy én azt gondolom, ahány barátja annyi jelensége is volt. De viszont rendkívüli energiákkal szervezett mindenfélét. Akinek van fénye, van árnyéka. Tehát. A Micsanoba kiállított egy csoportos kiállításon, mert ő a Új Lakcsoport tagja volt. Addig a pontig, amíg ő nem kapott igazgatói kinevezést a Soros Győrtől, és becsülettel lemondott a művészetről, mert nyilván ez így együtt ez nem nagyon működik. A személyisége volt nagyon erőteljes, nagyon erős. Aztán mondani, hogy férfias. Férfiasabb volt, mint mi. Én arra emlékszem, hogy volt a terem végében egy főfalon, mint itt ez a terem utolsó falon, és egy olyan kép szerepelt, amit vagy aznap festett, vagy nagyon-nagyon frissen. Ott festett. Sprével festett. És az volt a címe, hogy vagy az, hogy bajvágás a metróban, vagy fokozás a metróban. Egy-két ember, nem ismerem többit. Több ütős lesz, úgy tudom én. Nekem is szóltak, hogy felvételtek. Felsőnyek keretetek öven, de különösebben István szókoronában kezelve, a felsőnyi együttesek. Az előbb említett volt egy dramatos összeállítás, a többes minden át és a film elmenni talant alapotóba például, hogy volt egy jól esmény, ami ugyanakkor meg kiállt egy részcső a felületéből, amit a mit is akarult vele például. Ezt én sem sikerte meg később. Isten országának eszménye, öntudatlanul felmarad minden egyes lény önmagáért való létében, bármilyen mélyre süllyedt is, mert az individuális normatív eszmé elszakíthatatlanul kapcsolódik létéhez. Ezek a fiatalok festészetet tanultak. Ez ugye a 80-as éveknek a legvége, amiről beszélünk, és a 80-as években ez művészettörténeti szempontból még feldolgozandó hipotézis, mely szerint az új festészetnek, az új szenzibilitásnak a dominanciáját követve ezek a fiatal generációk másfajta médiumokat kezdtek el kutatni, másfajta médiumokban kezdtek el alkotni. Hát ez mindezt megelőzte a Hegyi Lóránd és a Birkás Rákosnak a fellépése a főiskolán. Hát megnézték a munkákat, tehát rendszeresen figyelték a főiskolás munkákat, és egy meghívásra ment, szimpatikus volt, de ugyanígy szerepelt Munasics László, vagy a Ősz Gábor, vagy Mazzak István, tehát így azért többen szerepeltek a kiállításokon. Itt szerepeltem én is, és hát egy darabig ez eltartott, nagyon nagy dolog volt, hiszen az akkori
talán legjelentősebb avantgárd és festőművészek mind részt vettek ezeken a bemutatókon, már új szenzibilitáson, más dolgok is érdekeltek. Hát többek között ezek a munkák, a koncert és a képzőművészet összekapcsolása, az installáció és a festészet összekapcsolása, ilyesmi, ezek nem voltak jellemzőek az új szenzibilitáson. Az én pályám, tehát az új festészettel indult, és a szelep az például már nem akart új festészetet, de szóval minden más egyszerre jelen volt. Tehát én, meg az Ádám Zoli is, aki kiállított ebbe a kiállításba, tehát kvázi az új festészettel a 83-ban indult a karrierünk, akkor tulajdonképpen harmadikosok voltunk a képzőn, és akkor már ilyen a Hegyi Lorend féle kiállítássorozatokba bekerültünk. És így indult el a mi festészeti útunk, vagy karrierünk. A többiek még akkor képzősök voltak, tehát most 89-ről beszélünk már. Mi már akkor kijöttünk, azt hiszem a hatodikat még lehúztam, és akkor utána itt kellett eljönni, mert megkaptam a Delkovics ösztöndíját. Maga a stílus, hogy mindenki baromi széles ecsetekkel kaszabolt össze-vissza a vásznon, minél radikálisabban, gesztusszerűbben és hülye mitológikus utalásokat, amitől aztán én teljesen frászt kaptam. Tehát ez nagyon idegesített. A másik dolog meg, ahogy láttam a tülekedést, ahogy mindenki nyomult a Hegyi Lórikára, és akkor mondták, hogy így, úgy, amúgy, és kerültek el olyan emberek, akik soha életükbe eszükbe se jutott így festeni, és akkor rögtön percek alatt. Hogy mivel most ez a trend, ezt nyomták. Számos képviselőjük filmmel foglalkozott, videóval, nagyon sokan kezdtek el foglalkozni akkoriban, valamint az úgynevezett installáció műfajnak a megjelenése is elég erőteljesen köthető a szerep kiállításhoz, amelyik mint ilyen megelőzte az új lakcsoportnak a tulajdonképpen legendássá, és azt kell, hogy mondjam, hogy paradigmatikus példájává vált kiállítás sorozatait. Ekkoriban ez a fogalom, hogy installáció, ez egy ilyen éppen egy ilyen induló vagy kialakuló trend volt. Hivatalos kiállítási fórumokon még nagyon erőteljesen ez az új festészet, vagy annak a lecsengése mozgott. Még nem nagyon voltak ilyen installációk, vagy legalábbis az én emlékezetem szerint. Mert már egyszerűen kezdett, hogy mondjam, kiüresedni. Már lehetett látni azt, hogy már nem az, hogy Nyugat-Európában és Észak-Amerikában, de már Magyarországon is erősen üzleti alapokon ment, úgy, hogy ráadásul még egy darab galéria nem volt az országban, tehát egy ilyen nagyon fura helyzet volt. Hát egész egyszerűen nem lehetett már vele a korról mondani szerintem semmit. Tehát egyszerűen nem volt aktuális a festészet, és hát mindenki elkezdett mindenféle más utakat keresni. És hát nagyon sokan, mint én is, tehát festői aggyal és festői gondolkodással, de mégis installációkat és mindenféle más kezdtünk csinálni, videót, mindent. Hollandiában volt egy ösztöndíjam, és akkor ott találkoztam olyan emberekkel, akik megszállottan csinálták az installációt. Ez a nagy tempót jelentett, és nagyon gyors reakciókat, munkákat. És ha volt valami, akkor mondjuk nem festettem meg, hanem mondjuk vittem egy nagy méretű sejmet, és akkor nem festékkel oldottam meg a problémát, hanem színes kis gombos tükkel, meg ilyesmi. Az enyémnek nem volt performance, annyi, hogy az installáció volt, ez érdekes, mert hogy én olyan nagyon aztán sem előtte, sem utána installációkat nem készítettem. Én például Nagy Gábor osztályra jártam, mi voltunk az első osztálya, festő osztály, és ott például valahogy elég sokan úgy verődtünk össze, tehát rajtam kívül még az elhaszárolza volt abban az évfolyamban, aztán alattunk volt két évvel a csörgat. Tehát akiket így érdekelt ez az installáció műfaj, és tehát mi elég nagy szabadságot kaptunk ott. Aki ilyen dolgokkal kísérletezett, illetve aztán a muráliára mentünk tovább így posztgraduálképzésre, ott gyülekeztek azok az emberek, akik így hát így kísérleteztek, és így próbáltak kitágítani ezeket a határokat, ami a festészet
amit a festészet adott, és hát én már a másodévben elkezdtem, tehát ilyen objektekkel, installációkkal kísérletezni. Voltak ezek a csongrádi művésztelepek, ott nagy landart munkákat csináltam, akkor azt már múltkor meséltem, hogy a pedagógia tanszéknak volt ilyen videókamera, és akkor azt ilyen táskás kamera, cipeltünk minden. Azért páran így diszponáltunk rá időnként, ott pont a Nemes Csaba, a Veres Zsolt meg én használtuk, és hát elindultak ezek a videó kísérletezések is, ahol mindig egy ilyen installáció, vagy egy valamilyen díszletet építettünk, aminek voltak mondjuk ilyen festészeti megjelenése. Tehát ilyen értelemben egy kitágított festészet, ezt úgy kezeltük. És ami a művészetet illeti, a művészek nagyon hamar megszerették a videót, nagyon hamar próbálkoztak ezzel az új technikai eszközzel. Nem csak a festők, a képzőművészek, akik nagyon megörültek annak, hogy mozogni tudnak a addig álló képek, a festmények, tehát digitálisan meg lehet mozgatni, nem úgy, mint ma, de azért valamennyire meg lehetett mozgatni. Ezekből születtek az installációk, az első installációk, de a filmesek is nagyon odafigyeltek az elektronikára. Bódi Gábor az első kísérleteket végezte, filozófia szakon végzett az egyetemen, utána filmes lett, de mint filmes az elektronikával azonnal elkezdett foglalkozni, és Berlinben már tanította is az elektronikát. Effektíve akkor videója a pedagógiai tanszéknek volt, senki másnak, mint ilyen, hogy videó, szuper nyolcas, illetve egy-két apukának itt-ott talán volt, de az is ritka volt. És hát a videó az akkor egy ilyen nagyon-nagyon modern dolog volt. A kommunista ifjúsági szervezet vagy szövetség úgy gondolta, hogy ez a videó nagyon jó eszköz lesz arra, hogy a fiatalok ne kocsmába járjanak, ne füvezzenek, ne italozzanak, hanem szórakozzanak el a videókamerával, és ezért felkérték az iskola televíziót, hogy mi csináljunk ilyen videós műsort a fiataloknak. A műsor megszületett, a KISZ-nek nagyjából vége lett, de elindult a műsor, és akkor egy hatalmas robbanás volt a világban. Egy csomó fesztivált szerveztek a videózás legjobb darabjainak a bemutatására, a European Median Art Osnabrückben, akkor a Velencei Biennálén, a Kasseli Dokumentán. Szóval mindenhol Linci Arts Elektronika akkor már volt, ahol a legújabb digitális kísérleteket és a művészek közreműködésével készült alkotásokat mutatták, díjakat adtak be. És mi rárepültünk egyrészt ezekre a fesztiválokra, bemutattuk ezeket, és egy őrületes robbanás volt a hagyományos ortodox televíziós dobozból egy olyan műsornak, amelyik ilyen őrületeket mutatott be. Például utómunka stúdióban egy Nam June Paik művet akartunk betenni a műsorba, és akkor a technikusok vezetője mondta, hogy ezt nem hajlandó berakni, mert az a Nam June Paiknak az első kísérlete volt, amikor egy mágnessel zavarta a képet, és akkor mondta a technikus kolléganő, hogy ő ezt nem járul hozzá, hogy ezt berakjuk. Akkor nekem el kellett menni az akkor igazgatóhoz, az igazgató lejött, és akkor így el lehetett intézni valahogy, hogy a Nam June Paik bekerüljön a műsorba, és ezáltal a televízióba, és ezáltal a nézők láthassák. A kamera az egy rövid ideig érdekelt, mármint a mozgókép,
egy-két kísérlettől eltekintve a videózás nem szippantott be annyira, mint mondjuk a Komorócki Tamást. Engem mindig a fényképezés érdekel, tehát az állókép, ahogy most is. Kurvára bírom ezt a gépet. Nekem milyen kéne egy ilyen kis automata gép? Ja, az nem tudsz szállítani. Ja, úgy sem tudom,